Sok szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, akik velünk tartanak ebben az órában. Az Úr velünk van, és hisszük, hogy megáldja az igét, amit együtt olvasunk, amiről együtt gondolkodunk, és az a lényeg, hogy az ige, amit meghallottunk, hogy be is épüljön a szívünkbe, a mindennapi életünkbe. Testvérek, ha van Bibliánk, akkor a következő igét vesszük elő. Ez a Péter első levele, az 5. rész, 6. versétől a 14. olvasom, és ezzel az első levelet be is fejezzük, majd folytatjuk még a 2. levéllel. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van reátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Szilvánusz által, aki, mint gondolom, hűséges testvéretek, röviden írtam. Bátorítva titeket, és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben állotok. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babilóniai gyülekezet, és Márk, az én fiam, köszöntsétek egymást a szeretet csókjával, békesség minnyájótoknak, akik a Krisztusban vagytok. Jó tudni, hogy ki volt a tolmács. Péter apostol egy egyszerű halászember volt, aki arámul tudott. De hát, ha elment Rómába, vagy elment más országokba, hát ott nem boldogult volna, de volt mindig tolmácsa. Az egyik tolmácsa volt Szilvánusz, akit itt a levélben is megemlít, majd esetleg még visszatérünk rá. Tehát Péter apostol a pontusi és a környékbeli gyülekezetben élő testvérek szívére ráhelyezte azt, hogy alázzák meg magukat, és Isten hatalmas keze alatt éljenek, és hogy átélik, hogy az Úr felmagasztalja őket a maga idejében, és hogy az alázat a hívő ember életében kulcsfontosságú, mert az alázatos embernek van igazán élő hite, az alázatos ember tudja megnyitni a szívét Isten előtt, az alázatos ember tud engedelmeskedni Istennek, és hogy ezt nekünk is érdemes megszívlelnünk, és gondolkodni azon, hogy
hogy hogy is állunk mi az alázatnak a dolgában. Krisztus szolgáinak nagyon fontos, hogy példás magatartása legyen, és ennek az egyik ismertetője az alázat. Jézus is szolgai formát vett fel, és nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki a gyülekezetben Isten népe között szolgál, vagy az evangéliumot hirdeti, annak példaképnek kell lenni az emberek előtt, a beszédben, a cselekedetben, mert hogy így látják meg az emberek az Úr Jézus Krisztust. Nagyon nagy élményem volt fiatalon, sokaknak hirdettem az evangéliumot az első szeretett tüzébe, és hát egy középkorú kedves néninek is elmondtam, hogy Jézus mit végzett a szívembe, és hogy neki is meg kéne térni, és rám nézett, és azt mondta, Ági, te tudsz alázatos is lenni. Teljesen meg voltam döbbenve, sose éreztem azt, hogy az én életemből hiányozna az alázat, de a külső emberek rögtön látták, és Krisztus alázata volt az, ami engem arra tanított meg, hogy én nekem is ugyanúgy kell járni, ahogy Jézusnak. A továbbiakban haladva, a 7. versben egy megint fontos dolgot olvasunk, minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van reátok. Mindenkinek vannak gondjai, a mi napjainkban is sok-sok ember küzd gondokkal, nehéz, életbe vágó gondokkal, problémákkal, és hogy nem tudjuk sokszor, és sokan nem tudják azt, hogy mit is kezdjenek a gondjaikkal, önmagukat emészték, önmagukat gyötrik a gondok miatt, és hogy ebből nagyon sok szorongás is származik a családban, vagy a munkahelyen. Aki gondokkal indul el a munkahelyére, akkor biztos, hogy sérülnek a munkatársai, vagy hogyha valaki gondokkal indul el a munkahelyéről, akkor az otthon nyugalma is megrendül. A gond az az emberrel együtt van, az ember magába hordja a gondokat, de az Úr rámutatott arra, hogy a gondokat ő rávethetjük. És ez nem azt jelenti, hogy problémamentesen fogunk élni, hanem nem lehet az, hogy a gondok elvegyék az erőnket, az örömünket, hogy állandóan egy ingerült állapotba tartsanak bennünket a gondok, hanem tegyük az Úrra a gondokat. Úgyse tudjuk megoldani. Vagy ha meg tudjuk oldani, akkor mit problémázunk? És van is egy ilyen mondás, hogy aggódj, vagy imádkozz. Tehát vagy a gondokkal fogok gyötrődni álmatlan éjszakáimon, vagy pedig imádkozom, és hogy ez a teher nem fog nyomni engem. Őre vessétek, mert neki gondja van rátok. Micsoda bizalom ez, hogy az Úr meg fogja oldani a gondokat, és hogy fölösleges dolog aggódni, amikor van, aki gondoskodik rólunk, az Úr. Én úgy gondolom, hogy a gond az az emberi élettel együtt jár, minden napnak megvan a maga gondja és a maga terhe, de Jézus azt mondta, ne aggodalmaskodjatok, miért is ne? Mert ő rávethetjük a gondjainkat, és neki gondja van ránk.
Én úgy gondolom, hogy a mi drága mennyei atyánk gondviselő Jóisten, és akár a fizikai életünk gondjait, akár a testünkben lévő nyomorúságoknak a terhét, gondjait, és akár a lelkünkben dúló sok-sok kísértés és bűni nyomorúságot is őre át tudjuk vetni. Nagyon csodálatos dolog, hogy ő gondviselője az embernek, és a családoknak, és a nyájnak, és hogy ez bátorítja az embert. A héten nagyon különös dolog történt velünk, soha sem volt ilyen komoly gond, kiöntött a csatorna, és úgy mindent elöntött ez a szennyvíz, és nagyon nehéz volt. De előtte, mielőtt ez hirtelen megtörtént volna, a Szentlélek arra indított, hogy kezdjek el imádkozni. És úgy meg is döbbentem, hogy Uram, hát miért is kéne imádkozni? És úgy az Úr kezébe tettem az életünket, és csodálatos módon átéltem, hogy amikor a néhány perc, egy fél óra sem telt el, elindult ez a nem várt, nagyon nagy gondot okozó nehézség, és hogy az Úr nagyon nagy kegyelmet és bölcsességet adott, hogy hogyan is lehet ezt megszüntetni, és hogyan is lehet ugye föltakarítani, fertőtleníteni, rendezni a dolgokat. És hogy ugyanígy az Úr nagyon sokszor indít az imádságra. Mostanában nagyon sok a beteg körülöttünk, közöttünk, és nem tudunk más tenni, csak imádkozni, rávetni a betegségeinknek a terhét, gondját. Nagyon nagy gond egy hosszú beteggelget ápolni és foglalkozni. A szeretet, ha meg is van, de úgy nagyon elfárad az ember, de ha az Úrra vetjük a terheinket, neki elmondjuk, és imádkozunk érte, akkor megtapasztaljuk azt, hogy az Úr átveszi a terheinket, átveszi a gondjainkat, gyógyító szeretetével körülveszi a betegeinket, és hogy a lelki gondokkal küszködőket is, ha átadják a bűneinek, a bűnöknek a terhét, a rossz lelkiismeretet, ami okozza, és mindazt, ami álmatlanságot okoz, hogy akkor az Úr átveszi ezeket a terheket. És úgy gondolom, hogy ő egyénileg is gondot visel ránk, a szeretteinkre is gondot visel, ha az ő kezébe tesszük, a közösségre is gondot visel, amelyben élünk. Hálaadásra ad okot, hogy bíztatja Péter itt a gyülekezetet, hogy minden gondotokat őre ávessétek. Testvérem, van gondod? Itt az ideje, hogy imádkozz és átad Jézusnak. A Péter apostol a következő sorokban az ellenségre is irányítja a gyülekezetek figyelmét. Az embernek vannak fizikai ellenségei, vannak ellenfelek, meg vannak ellenségek, ellenség. Az ellenség az rossz indulattal van, akire haragszik, meg akarja károsítani, és hogy az ember, és ez a gyülekezetek, ezek a gyülekezetek, amelyeknek Péter írt, biztos, hogy sok ellenséges támadásban volt részük. Itt a 8. vers úgy kezdődik, hogy legyetek józanok, vigyázzatok. Mert az ellenségetek, az ördög, ordító oroszlán,
jár szerte keresvényt, kit nyerjen el. Szinte minden szónak megvan a hangsúlya. Hívő embernek nagyon józannak kell lenni. Ezen gondolkoztam, hogy miért is kell józannak lenni. Azért, mert fel kell ismerni az ellenséget, aki mint ordító, üvöltő oroszlán, aki ki van éhezve, keresi, hogy kit nyeljen el. És nagyon sokszor a hívő embernek szüksége van arra, hogy meg tudja ítélni a gonoszt és a jót, és az a közötti különbséget. Az első keresztjének sem voltak mentesek a hamis tanítóktól. Nagyon józannak kellett lenni ahhoz, hogy a kísértő ne tudja szétbomlasztani Isten népét. És ez nem csak akkor volt, hanem most is nagy hangon olyan tanításokat hirdetnek, amelyekbe belekeverik Istent is, de mégis nem az ige, az Úr szava, és ezt fel kell ismerni, és józannak kell lenni, hogy a hitet és lelke ne vegyen erőt rajtunk, mert így folytatódik, hogy legyetek józanok, és vigyázzatok. Nagyon fontos, hogy ne tudjanak elhitetni mindenféle lájtos tanításokkal, olyan dolgokkal, amik nem az Úrtól vannak. Mert az ördög az ellenség. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és azokat támadja, akik a Krisztuséi. Akik a Krisztus megváltott népéhez tartoznak, mert azok nem az övéi. És azt keresi, hogy hogyan tudja elnyelni. Tehát a hívő embernek harcot kell vívnia, ez egy belső harc. Sohasem kívülről támad a gonosz, hanem mindig belülről fenyegeti Isten népét, az egyént a hitetlenséggel, a kísértésével, a félelemmel, a meggazdagodás és a világ szeretetével. Ezek belülről akarják az ember elkötelezettségét Krisztus mellett megrontani, és komoly veszélyt jelentenek, hogy meg tudjunk állni a hitben. Állandóan támad a gonosz, szerte jár, és keresi, hogy kit nyeljen el. Az egyént is, a családban is az ellentéteket szítja, hogy felbontsa az családot, ugye a diábolosz, az ördög, aki szétdobál mindent, a hívő testvéreket a gyülekezetben, hogy préda legyen az ember. És ugye nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem levegőbeli hatalmasság ellen, aki belülről támad. És könyörüljön meg rajtunk az Úr, hogy ellene tudjunk állni, ahogy a következő versben olvassuk is, a 9. versben. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Tehát ez az ordító oroszlán, ez a sátánról beszél itt Péter apostol, hogy a szellemi erőkkel is van dolgunk. Tehát az ördög is munkálkodik, nem csak az emberek haragszanak egymásra, hanem a gonosz azért működik, és hogy az emberek szívébe belop sok rossz dolgot, és hogy álljatok ellen az ördögnek, írja Jakab apostol is, és hogy elfut tőletek. Mi pedig az ordító oroszlán elől futunk, és hogy zaklat bennünket, félelmet támaszt a szívünkben, de
hogy ha mi hitben szilárdan megmaradunk, akkor az életünk nem fog remegni az ordító oroszlántól, a gonosz támadásaitól, és hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreteken e világban, mint ugye, hogy ő rajtuk. Tehát mindenütt ott van a gonosz, és hogy a kegyelemben élünk, de hogy a gonosz azért működik, és megfélemlít bennünket sokszor. Álljatok ellene a hitben szilárdan, a futunk az ordító oroszlán elől, szembe kell fordulni. Édesanyám annak idején úgy tanított engem, hogy a félelmet úgy lehet legyőzni, ha szembenézünk vele. És nagyon sokszor átéltem, hogy gyermekként is, hogy nem szaladtam el, hanem szembenéztem. És akkor tud az ember hite megszilárdulni, hogyha józan is látja, hogy ez az ördög bármilyen alattomosan is próbál elejteni. És ugye a hit megerősítésének azért vannak feltételei, hogy az ember felvegye a harcot a gonosszal szembe merjen fordítani. Eszembe jutott egy nagyon kedves, idős pásztor testvérünk, aki a szocializmusba ugye nem végezhette a munkáját, és hát egy portának lett a portása, egy sorompót kellett föllenyitogatni, ahogy jöttek a kamionok, és hát a jövő kamion sofőrök rendkívüli módon káromkodtak, szitták az Isten, ha nehezen kelt föl a székről, késő nyílt ki a sorompó, mindig volt valami, amiért, és ő pedig azt mondta ezeknek a sofőröknek, mindegyiknek elmondta alázattal, szeretettel, én Isten szolgája vagyok. Itt, ezen a helyen Istent nem lehet szidni. Úgyhogy aztán ez valóban így is lett, hogy bármilyen káromkodós durvák voltak ezek az emberek, akik messzi útról jöttek be, ha látták, hogy a mi testvérünk a portás, akkor így csinálta, most nem szólunk, mert Isten szolgálja a portás. Mindig nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok rá, mert ő mindig elmondta és harcolt a gonosszal szembe. A bátor ellenállás az mindig meghozza a gyümölcsét, hiszen Krisztusé minden hatalom, nem kell magunkat megadni, sem a kísértésnek, sem a gonosznak, sem az üvöltő embereknek, vagy olyan embereknek, akik a gonosz eszközei. És azt gondolom, hogy az ige tanít bennünket arra, hogy mások is szenvednek, nem csak mi. A jeruzsálemi testvérek nagyon sokat szenvedtek, katakombákba jöttek össze, üldözték őket, szét kellett szélezni, és hogy bátorították a többieket, és az evangéliumot vívő apostolok és diakónusok és evangélisták elmondták, hogy mennyi sokat szenvednek, és hogy segítségükre volt másoknak is, hogy látták, hogy hitben megálltak, és a Krisztusért való szenvedést vállalták. A gonosznak csak úgy tudunk ellenállni, ha felvállaljuk a Krisztusért való szenvedést, ha adjuk magunkat, hogy ellenálljunk a gonosznak. Itt a 10. versben még van egy nagyon figyelemre méltó mondat, fel is olvasom. A minden kegyelem Istene pedig,
aki elhívott titeket a Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ezen gondolkodtam, hogy a hívő ember, amikor átadja, tehát az ember, amikor átadja az életét az Úrnak, megtér, Krisztust elfogadja megváltójának, hogy ezután kezdődik el, tehát az újjászületés után kezdődik el az életünknek a megszentelődése. Az Úr a megszentelő munkáját végzi bennünk, tehát az újjászületés után, és hogy mindent ő végez el bennünk, tehát nem a magunk erejéből szilárdulunk meg, nem a magunk erejével leszünk képesek legyőzni az ordító oroszlánt, hanem mert megszilárdított az Úr, megerősített, megalapozott, és hogy ezért kell imádkozzunk igazán, hogy ez az életünkbe beteljesüljön. Még csak annyit említek meg befejezésül, hogy tehát Szilvánusz által készült a levél, a 12. versben, Szilvánusz által, aki mind gondolom hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket és bizonságot téve arról, hogy az Isten igazi kegyelme, amelyben állatok. Tehát az Isten igazi kegyelmében álltak ezek az emberek. Szilvánusz egy proféta volt az Új Szövetségben, akit Isten felhasznált. Szilvánusz azonos volt tulajdonképpen Szilásszal. Ő volt Pál apostollal együtt Filippiben. Pállal együtt elszenvedték a botütéseket, a börtönt, a megaláztatást, és hogy örömmel szolgált aztán a Péter apostol mellett is, és mint tolmács nagyon sok áldás származott az életén keresztül, vagyis az evangélium, amit Péter apostol hirdetett, az ő szolgálata révén is terjedhetett. És hogy téged is az Úr felhasználott a legkülönbözőbb szolgálatokban, csak álljunk be az Úr szolgálatába, végezzük azt örömmel, és maradjunk meg a hitben, és ne remegjünk, ha az oroszlán ordít, hanem álljunk szilárdan, mert az Úr hatalmasan velünk van. Én még csak annyit befejezésül itt a 10. vershez, hogy itt azért azt írja Péter apostol, hogy az ő örök dicsőségére hívott el minket, már Krisztus dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek. Tehát az Úr megrövidíti a szenvedést, és hogy nem kell félni a megpróbáltatások idején, a harc idején. Ő az, aki alkalmassá tesz a gonosszal szembeni harcra. És ami a biztosíték, hogy a győzelem az Istené.